Az eseményt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Nagyjából 10 évvel ezelőtt jött az a gondolat, és akkor bizonyára emlékeznek még nagyon sokan, hogy egy lovas versennyel közösen került megszervezésre egy kiegészítő versenyszámként egy új, nevezzük úgy, hogy formulás verseny, ugye a traktoros verseny, hiszen akkor még nagyon sok ló volt. Aztán a következő években a ló átalakult lóerővé, és ma már egyre többen traktorral jöttek ezekre a versenyekre, és most ott tartunk, hogy igazából maga a traktoros verseny, traktoros ügyességi verseny kerül megszervezésre. Ahogy itt láthatják és körbenézünk, 29 nevezője van a mai versenynek, és én még emlékszem rá, amikor legelőször elkezdtük kedves segítőinkkel, Dániel Csabával, Kósa Zoltánnal a gondolkodást, hogy egyáltalán hogyan is néz ki egy ilyen traktoros ügyességi verseny, akkor összesen 6 traktor és talán 8 versenyző volt a legelső alkalommal. Idáig jutottunk 7 év alatt, ugye nyilván egy kicsit több, mert hogy a pandémia alatt kimaradtak ezek a rendezvények. Most a 7. versenyt szervezzük, és a 6 traktortól eljutottunk odáig, hogy lassan alig férnek itt a pályán, és bízom abban, hogy ez nem fog itt megállni, hanem egyre többen fognak majd eljönni, részt venni, és egyre nagyobb presztízse lesz annak, hogy ki lesz a karcagi traktoros ügyességi versenyen a legjobb versenyző, ki lesz az év traktorosa gyakorlatilag. Én nagyon jó versenyzést kívánok mindenkinek, kellemes időtöltést, nagyon szép napos időnk van, várjuk Önöket a kiegészítő rendezvényekre is, és hát bízom abban, hogy egy nagyon szép és színvonalas versenynek lehetünk résztvevői. Jó versenyzést kívánok a résztvevőknek, és kellemes napot az érdeklődőknek. A mai versenyt hivatalosan is megnyitom. A versenyen első helyezést ért el 120 lóerő alatti irányváltós kategóriában Horváth Csaba. 120 lóerő alatti nem irányváltós kategóriában Szopko Ádám. 120 lóerő feletti kategóriában Nagy Csaba.